Fokozott ellenőrzésre kell számítani Magyarország közútjain ismét, így a megye településein is. A Tiszpol Truck & Bus európai szintű ellenőrzés során ezúttal a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok, valamint sofőrjei kapnak kiemelt figyelmet. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálják, de ellenőrzik a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A mai napon mindezt a forgalom teljes kiterelésével valósítják meg. A forgalom teljes kiterelésével megvalósul a úgynevezett totális ellenőrzés, tehát hogy minden járművezetőt ellenőriznek, tehát nem bújhatnak ki a rendőri ellenőrzés alól. Meg kell viszont említenem, hogy a mai ellenőrzésbe bevonásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a kormányhivatal közúti ellenőrei, akik segítik még a munkánkat, az a polgárőrség aktív tagjai, és nem valósulhatott meg ez az ellenőrzés a magyar közút technikai segítsége nélkül. A nehéz tehergépkocsik és autóbuszok vezetőinek ellenőrzésén túl a vizsgálat ezúttal is kiterjed az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószerrel, valamint a lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére és megszakítására is. Hamarosan az őszi-téli átállás is elérkezik, ennek fontosságára is felhívják az autóvezetők figyelmét. A járművet fel kell készíteni az őszi-téli útviszonyokra, tehát a járművek gumiabroncsát ellenőriztetni kell, időben cseréljék le a téli gumikat, a szélvédőmosó, ablakmosó berendezéseket ellenőrizni kell, illetve fel kell tölteni. Másrészt viszont a járművezetőknek is át kell állniuk a nyári időszakról a téli, illetve az őszi útviszonyokra. Fel kell készülniük, hogy síkos, nedves útszakaszon aszfalttal találkozhatnak, illetve hamarabb sötétedik, a sötétben vezetésre oda kell figyelni. Ezeknek a tanácsoknak és a fokozott közötti ellenőrzéseknek elsődleges célja, hogy a baleseteket megelőzzék, valamint felhívják az autó, teherautó és buszvezetők figyelmét a szabályok betartására.